Hadifoglyokat cserélt Oroszország és Ukrajna. Moszkva 105 orosz katona visszatérését, Kijev 207 ukrán civil és katona visszaszerzését jelentette be szerdán. Mindezt azzal veti össze a világsajtó, hogy a múlt héten Belgorod régióban lezuhant egy orosz katonai szállítógép, amelyen Moszkva állítása szerint 65 ukrán hadifoglyot vittek, és amit az ukrán védelem lövedéke talált el. A január 31-én Ukrajnába visszatért foglyok listáján nem szerepeltek azok a személyek, akiknek az átadása nem történt meg az orosz katonai repülőgép január 24-i lezuhanása után. Ezt az Ukrán Védelmi Minisztérium hírszerzési főigazgatósága nyilatkozta az Amerika Hangjának. Az orosz invázió 2 évvel ezelőtti kezdete óta a mostani az 50. fogolycsere. Összesen 3035 ukrán hadifogoly térhetett eddig haza.